ezen az éven 13. alkalommal gyűlünk össze közösen festeni, alkotni a gyerekekkel és átadni nekik az alkotás örömét. Már a második hetünket gyúrjuk ebben az alkotótáborban, és ez a második alkalom, hogy Tisza -Péter falvára jövünk le egy hétre. Ugye múlt héten zárult a Beregszázi turnus, és itt azonos programmal, kisebb-nagyobb változásokkal, de ugyanaz az alkotói tevékenység valósul meg, más gyermekcsoport számára. 12 gyermek mekünk van és a gyerekek mellett hét főiskolai hallgató tartja még nálunk a nyári gyakorlatát. A délelőtti programokban pedig öt képzőművész, festőművész vesz részt a tevékenységeken. Itt tematikus órák folynak, a programunknak mindig is az az alapja, hogy próbáljunk egy kis grafikai tevékenységet, festészetét, meg valami szobrászati tevékenységet bevinni az órákba, valamint mindig igyekszünk az évnek a jubileumit, aktualitását is figyelembe venni, és ezen az éven nagyon szerencsések vagyunk, mert kép művésznek, ugye Csontvári Kockának, meg Gulácsinak van jubileuma, tehát ráépülő tevékenységeket ismerkednek meg, a, is, ismerkedhetnek meg a délelőtti órákba, de a Lumierékkel, akikről most hallottunk ugye egy kis ő, rövid előadást, a, ki, kipróbálhatják a korai animációs technikákat, mozgató, képmozgató eljárásokat, Kéz, délutáni kézműves foglalkozásokon én magam fogok papírmasémaszkokat készíteni, mert a képregények világával is megismerkedünk, hiszen Roy Lichtenstein kis van ebben az évben, valamint itt lesz velünk még idősebb Hidi Endre, keramikus szobrászművész, akinél szintén egy kicsit a szobrászati műfajt tudják kipróbálni a gyerekek, de emellett még a grafika is ugye megmutatkozik a Kárusi mi vagy Néger Krisztina délelőtti óráiban is. Érdekes helyzetek alakultak ki az elmúlt években, ugye nagyon kérdéses is volt, hogy megvalósul a tábor, de már tavaly túljelentkezés volt a beregszázi táborunkba, és akkor született meg a gondolat, hogy akkor ugyanez a program egy másik helyszínen is megvalósulhatna. A jelentkezőknél is látjuk, hogy amíg a Berekszázi programban inkább a Berekszázi járás és az Unvári járásból jönnek a gyerekek, addig itt a, a Tisza Péterfalvi helyszínen inkább a nagyszülősi járásból ö, érkeznek a, az érdeklődők. Ö, a talán a háborús helyzet miatt is viszont kevesebb a fizikálisan megjelent táborozó, mert a, míg a regisztrációnál mindenhol háromszoros túljelentkezéssel számoltunk, már a megérkezésnél azért kevesebben jelentek meg. De a, a kisebb létszám az nem megy az alkotó tevékenység kárára, hiszen mindig arról beszélünk, hogy a nyári táboroknál nem az iskolai tömegoktatása a fő célunk, és a kisebb csoportokban a gyermekekre nagyobb figyelem jut. Az alkotó tevékenység pedig időigényes is, és egy ilyen 8 Hat fős csoportban, ugye jobban át tudnak mérni a technikában, a, a gyerekek, és a nevelők, a tanárok, az oktatók is jobban oda tudnak figyelni a gyermekeknek a munkájára, és segítséget adni a munkájukban.